Tao Confirmation című szóló zongora darabban a zongorista végig suttog, beszél, gyakorol egy szöveget, memorizál, recitál, a szöveg pedig a Tao Te Ching 33. verse. A vers eredeti formája 8 soros, 4 pársorba van lejegyezve, ez értelem szerint is ilyen pársorok. Ez a forma adta magát, hogy egy zenei formával egy Charlie Parker által Confirmation címen megírt jazz standardnek a formájával párosítsam. Ennek a zenedarabnak a logikáját valahogy felhasználtam a zongora anyagban, nem nagyon nyilvánvaló, de ez nekem fontos volt. A vers magyarul Vörös Sándor fordításában így hangzik. Okos, aki érti az embereket. Aki önmagát érti, ihletett. Hatalmas, aki másokat legyőz. Aki önmagát legyőzi, erős. Aki törekszik, nincs hiány akaratnak. Aki megelégszik, gazdag. Aki nem veszti természetét, hosszú életű. Aki nem veszti emlékezetét, örök életű. Thank you.
A Ring. Ennek a darabnak a címe két dologra utal. Az egyik a házasságot jelképező jegygyűrű, a másik pedig a boxring, a küzdelem színtere. A darab egy színházi dráma dramaturgiai ívét használja közel azonosan, ez a dráma pedig Friedrich Dürrenmatt Play Strindberg című darabja, ami Arthur Strindberg Haláltánc című drámája alapján íródott. Dürrenmatt az eredeti Strindberg darabból egy 12 menetes boxmérkőzést csinált, legalábbis a különböző jeleneteket így választja el gongütésekkel. Ezeket a gongütéseket én is megtartottam a darabban, sőt a darab legvégén már csak ezeket a gongütéseket használom. A három szereplős darabból kettő egy házaspár, akik 30 éve élnek egy világító toronyba összezárva. Nem nagyon szeretik egymást, más zenét használnak, más kifejezéseket, és egy látogató, aki érkezik és kicsit megzavarja az ő házasságukat. Zusammengebrochen. Musik
A második Ring című darabom 2005-ben született a budapesti Making New Waves Fesztivál felkérésére a Trio Lignum számára. Az első Ring folytatásaként ugyanannak a három embernek a történetét dolgozza föl, de ez igazából már a szakítás története. Három nagyobb zenei tételhez szövegeket használtam Arthur Strindberg leveleiből, ezeket írtam át különböző eszközökkel, a zenei anyagokká. Az első levélrészlet, amikor megkéri a későbbi felesége kezét, a második, amikor megkéri, hogy váljanak el, és a harmadik, amikor azt indokolja a levelében, hogy ő nem tehetett mást, és ez nem az ő hibája. A három zenei rész közé kis közjátékokat illesztettem, ezek hétköznapi gesztusokból táplálkoznak. A darab végén minden zenész a pergünkből fütyüli azt a részt, amit a néma filmek korában a gyilkosok zenéjeként használtak, félelmetes zeneként. Ezt használja egyébként Fritz Lang híres M című filmje is, amikor a gyilkos ezt fütyüli. Ezért van az alcímben zárójelben az M betű. Thank you.
Jó, akkor nézzük meg még egyszer attól a gétől. Melyik gétől? Ez egy A. Vége? Jó. Thank you.
Frank Zappa emlékére született hegedű és cselló duónak a címe egy idézőjelbe tett hosszú és egy rövid morzehang. Ez Zappának a Them or Us című darabjára utal, ahol a zenekar egy 8 ütemes periódusban minden első ütemen bejátsza, hogy tádak, egy hosszú és egy rövid hangot. Különben történik mindenféle, de ez egy dolog, ez végigkíséri a darabot, ahogyan ezt a duót is. Az előadók egy kávéházi asztalnál ülnek, a darab elején egy almát vágnak föl, amit aztán a végén megesznek, közben erre a ciklusra gondolnak. Az almaevés egy karácsonyi szokás, karácsonykor a család felvág egy almát, és a legkisebb körbeviszi azt, a szeleteket, és mindenki elvesz egy szeletet, és azt mondja hozzá a fiú, hogy ha valami öröm vagy valami bánat ér, gondolj azokra, akikkel együtt ettél almát karácsonykor. Így az alma egy emlékezés szimbóluma lett ebbe a darabban is.
Well, information is not knowledge. Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. A Round E vagy Runde című darabom alapja egy táncfilm, a Barbakán. Itt a táncosok által táncolt ritmust én komponáltam, Gál Marian koreográfus, rendező és Párnicki András zenei vezető felkérésére. A két táncos egy köralakú térben, a pécsi Barbakánban táncol, az egyikőjük középen, a másikőjük a szélén, tehát a centrum és a periféria az a központi probléma, amivel a darab foglalkozik, a film is és a zenei is. A zenészek egy hasonló teret járnak be zenei és fizikai értelemben. A terüknek a korlátait a kottatartók jelölik ki, a tér közepén a zongora és a cselló ül. Thank you.
Canzoni di Arnulf című darab Arnulf Rainer képzőművész munkáinak hatására született. Ő sokszor használja az átfestésnek nevezett technikát, ahol egy fényképet, akár saját fényképét, akár egy híres képzőművészeti alkotás reprodukcióját egyszerűen átrajzolja, vagy ráfest, fölé firkál szinte. Ezek a firkák nagyon szépen komponáltak, és nagyon jól kiemelnek bizonyos részeket a háttérből, vagy elfednek. Én valami hasonlót szerettem volna zeneileg csinálni. A háttér egy olyan montázs, amit Offenbach Hoffmann meséi című operájának zenei anyagából készítettem. És a fölötte történő zenei anyag, vagy színházi anyag
mind egy olyan attitűdöt képvisel, mint egy olyan ember attitűdje, aki autózik, és a rádióba hall valami zenét, és úgy hozzáénekel. Kicsit ezt akartam használni firkagyanánt, és ezzel próbáltam meg megmutatni, vagy elfedni bizonyos részeit ennek a háttéranyagnak.